kisfilmünk elkészítését támogatta Bagolyvár Panzió Gyimes Felső Lok. Jó szőjük utcák vannak itt, haszna neki. Ajaj, ugorjatok! De nem lett volna jobb lovaskocsival jönni, te? Hosszú, messze van. Hosszú? Á, hosszú. Jó van. Hát már ti is hallod, terepjáróval jártok, nem lovaskocsival. És már négy kerék? Ez mindig négy kerék, csak most lefelezed az erőt. Jaj, értem. Hogy felezted le? Hátra többet kap? Nem, eddig kapott 25-75-et. Hátul 75, elő 25, aztán most 50-50. 50-50? Majd kívülről is megmutatjuk a gépet. Fú, merre? Jobbra-balra? Jobbra. Ajaj, oda nézd, Dóri. Hát ez biztos, hogy ezt nem adja vissza. Azt a jó, pixel az ugye... Hát neked meg másabb. Neked meg másabb, te vezetsz. Én is tudom. Ugye nekünk csak egy sprinterünk van, láttad, de azzal is ilyen helyre mondjuk azért már nem jönnék, de... Sokszor kapaszkodnak az emberek, figyelj, utánunk. Dóri, te még be is fordulok, azt a kurva. Szoktál még, hogy néz ki a filmen, mintha egyenesen. Igen. Még úgy is csináltam felvételeket, hogy kiszálltam, aha, és ugye jöttek ugye előtte utánom a terepjár, akkor az se adja úgy vissza. Nem adja vissza. Az a szép, amikor ugye megy a gerincen a autó, és akkor le... Na, az már szebbnek tűnt, az már mutat valamit. Kumit sűrűn cserélsz, komám? Kumit sűrűn cserélsz? Nem sűrűn? Szívós? Én is rajta kipufogódok, mert leszakítottad, vagy... Kétszer leszakadsz, aztán kihoztam csövet, hoztam elő egész a motortól, hátra csak az oldalán vittem. Jajajaj. Ez nem akadt meg semmibe. Hát halljátok, megyünk nem sokára majd, vagyis a kirándulás után a Fatányérosba, hogy most a töltött káposztának helyet csinálunk. Nem kértem, de hely lesz csinálva. Hát még egy két éjszakát leszünk. Aztán megyünk tovább Farkaslaka, Szobáta. Aztán Bálványos, Fogarasi, Havasok. Hát most ugye van a karantén, akkor... Nem lehet visszamenni. Hát vissza lehet menni, csak karantén lesz. Ha már kijöttünk, akkor már profitáljunk belőle, érted? Hát... Egy gép volt fent, aztán így kikaparta. Hát itt is lehet például, ugye nincs olyan sok fosz, lehet drónozni például. A fa nem kéne azért, hogy drónozzunk. Hát gyönyörű a táj, az biztos itt nálatok a gyimesekben, de... Ti is meg látjátok egyébként, hogy szép a táj? Hogy vagy vele? Mikor látom meg a legjobban, mikor egy hónapot elmegyek itt, most visszaérek. Igen? Akkor látom meg, hogy milyen szép. Olyankor hiányzik. Ja. Hát igen, mi is, ahogy így bejelentkezünk élőbe, csináljuk a filmeket. Rengeteg erdélyi ugye ránk ír, hogy hát szép hazám, meg minden ugye, akik külföldön vannak főleg. Vagy Magyarország, hát az is mondjuk külföld. Azok ránk írnak, azoknak a kedvibe teszik tulajdonképpen, hogy milyen szép a táj, ugye? Na, még itt is vannak fennkaszállók. Filmezzük ezt is, ugye a szénatárolókat, de itt még lehet, hogy itt is laknak ebben, úgy néz ki. Ja, szerencsénk van, ugye a kapuk nyitva. Na, ez figyelj, onnan föntről jövünk le, aztán a drónnal
marha szép felvétel lehet majd. Sokszor csináltuk ugye, hogy Dóri vezetett, aztán én meg drónoztam. De mutassam már be Viktort is, aki itt vezet, ugye? A Land Rovert, meg majd kívülről is bemutatjuk nektek. Úgyhogy nyomja keményen a srác, halljátok. De kényelmes nekem itt elől. Neked, Dóri, milyen ott hátul? Tökéletes. Tökéletes? Akkor jó. Hogy tetszik a kirándulás, Dóri? Tetszik? Akkor jó. Visszafele ülhetsz te is elő. Ám bár nem, ha drónozunk, akkor nem. Na, szép, és még mindig csak vizet, hogy áll? A víz? Az tökéletes? Persze. Akkor jó. És szereted ezt a gépet? Hát már hogy 2 éve, az jó, nagyon, nem volt vele. Nem volt vele probléma. És akkor ide kijönnek nyárod ugye a szénatárolókba, esztedákra az emberek, gyűjtik, csinálják a szénát, szénát gyártanak ugye. Van, aki állattal van fenn, van, aki csak a szénát jön megcsinálni. Van, aki egész nyáron ide fenn van, az a bácsi, aki ott lenn csinálta, az, igen? Az egész nyáron itt van. Igen? Persze. Értem. Na, csak el kell. Na, csak meg kell állni. Azt is akkor felvesszük, hogy kiszállsz, aztán mindent külön kell arrébb rakni? Vissza is kell tenni. Vissza is kell tenni, akkor majd vissza meg majd teszem én. Vagy kinyissam, aztán visszategyem. Nem, úgyis megmondom én. Oké. Okay. Ez az húz be úgy, hogy ne guruljunk hátra. Na és akkor Viktor szétpakolja, ugye. Hát egyszerűen meg van oldva. Ugye, hogy az állatok gondolom ne jöjjenek arrébb. Aztán aki meg akar egy telefonszámot, akkor meg tudom adni majd Viktorét, hogyha arra vágyik, hogyha eljöjjön a gyimesekbe egy terepjárós túrába. Hányan férnek a kocsitba? Kényelmesen 5 ember áll. Kényelmesen 5-en tudtok jönni vele. És akkor nem csak a vasúti őrházat látjátok, hanem egy kicsit mást is. Tegyem vissza. Na hát ő is jön lefele. Na, ja. Ó, azt a neki bátyám, hogy hova nem jött. De ilyenkor gondolom befékezi a lovaskocsit. Jó napot, nem tettem vissza a kaput. Visszateszi maga? Visszategyük mi. Jó. Így el mennek a kereszt. Csak a kereszt. Egy kis fát gyűjteni, ilyenkor gondolom beakasztja a féket. Aha. Ne szaladjon a lóra rá a kocsi. Hallod? Hány fokos volt ez? Azt, vagy 30-40 fokos biztos volt. És az a kereszt miről nevezetes? Tessék? Na majd ott meglátjuk. Innen van panoráma bőven, azt a neki. Annyi mondtam, hogy ez. Hát majd Dóri, fotózzál ezerrel. Jaj. Thank you.
mehetünk, menjünk. Kaput ki kell. Na hát itten kaput ki kell nyitni. Bocik meg itt állnak a kapukba, lehet, hogy ők is mennének haza. Na, mi történt? Arrébb ugrott. Nézik a bocik, hogy mit csinálunk, meg vannak egy kicsit rémülve. És akkor ez az automata kapu, ugye, hogy kinyitni, becsukni. Hát ugye itt szeparálják ugye a legelőt a kaszállótól. És akkor azt mondod, Viktor, hogy itt rengeteg medve van? Van. Itt viszi az is el a tehenet? Persze, mondom, itt már négy tehenet vettek az idén. Négy tehenet? Azt a neki. Annyi gyönyörű hely van, ugye a hegyek, és ugye akár terepjáróval, vagy szekérrel ugye fel lehet jönni. Most direkt nem raktam be ugye a kamerastabilizátort, mert van egy ilyen, úgy hívjuk mi csirkenyak, és akkor az olyan gyönyörű, szép álló kép, de itt hát lehet érezni, hogy hogy zötyögünk össze-vissza. Egy gyönyörű bogja. Talán majd annyit itt még ezeknél álljunk meg, és egy pár fotót, Dóri, csináljál már, légy szíves, mert ezek is olyan szépek. Micsoda? Egy percet csak van. Kattints te is itt a YouTube csatornánkon a csatlakozás gombra, legyél te is pártoló tag, hiszen itt minden héten olyan tartalmakat teszünk közé, amit csak te láthatsz, titkos útvonalak, ismeretlen helyekre kalauzolunk el benneteket.